Miért nézik ezt ennyien? Nekem is ez a kérdésem, amikor meglátom ezeket a dövijár reakció videókat amúgy, meg ezeket a hamburger kóstolós videókat a Pistitől. Nekem is pont ugyanez a kérdés fordul meg a fejemben. Oh my god, Dream! Amúgy azt is mondták, hogy szerintük ez, amikor leakelték Dreamnek az arcát, hogy ez amúgy ő. Csak hogy lefagyott. De az orra egyáltalán nem ugyanúgy néz ki. Szerintem ez lehetetlen, hogy ez ő lenne. Voltak emberek, akik már konkrétan feltöltötték p***ra amúgy azt, hogy ráéveznek kinyomtatva Dreamnek az arcára. És még egy nap sem telt el a face reveal óta. Just another white boy, skip. Szevasztok, ez itt Tomás VR. Dani megint válogatott nekünk dolgokat, amikre lehet reagálni, mert már nagyon régen rájöttünk, hogy ez a műfaj így működik. Kérdés feléjük. Miért tiny URL linket használnak, hogyha van doménjük? És itt is a domaint használták. A kulcs szó a mai videóban az az, hogy meglepően furcsa témák, amiket nagyon sokan néznek. Szóval, mi érdekli az internetet? Így van. Na mi? John drinks water. Ezek ilyen félperces videók. Szóval most azt fogjuk nézni, hogy a Pisti meg a Jani reagálnak arra, hogy valaki iszik. És ti pedig azt nézitek, hogy én reagálok arra, hogy a Pisti meg a Jani reagálnak arra, hogy emberek esznek és isznak. Az őseink, vágod, dínókkal fájtoltak meg ilyenek, hogy túléljenek. Mi pedig itt ülünk egy számítógép előtt, és azt nézzük, hogy emberek néznek embereket, ahogy esznek. Azt letolta azért egybe a fél litert. És ennyi? Mi a különbség a 361 ezer views és a 10 ezer views vízivás között? Most meg kell nézzük. Az algoritmus. Itt fáradtabb egy kicsit az arca amúgy. Hát igen, mert ez a 3 AM water, tudod? Akkor a legfinomabb a víz, a hideg víz, amikor hajnali 3-kor felkelsz és iszol egy pohár vizet. Úgy hallottam, hogy akkor nagyon finom. Jani, ez a csávó vizet iszik és ennyi. És ennyi. Mi a fasznak verik akkor itt magunkat amúgy? Na hát ezt én is megkérdeztem már egy párszor amúgy, Pisti. Nem ebben a kontextusban. De miért csinál ilyet valaki, mozg? Ez absztrakt művészet. De mondj, én ezeket a videókat már láttam ilyen 2014-ben amúgy. Nem tudom, hogy hol voltak ők amúgy akkor. Ja, tudom, Cat Mariozott meg. Hát Cat Mariozott. Benjamin Bennett. 7,6 millió. Na, ő nagyon király, mert ő sitting and smiling, de róla azt lehet tudni, hogy ő minden egyes nap megcsinálta azt, nem lehet, nem minden nap, nem tudom, de 4 órán át ül és mosolyog. És egyszer valaki betört a lakásába, és látták azt, hogy ott ül. És visszasugták az ajtót, vágod? Annyira megijedtek tőle, hogy ott ült és mosolygott. Bepróbál betörni hozzá. Várj egy kicsit. Benyitottak hozzá! És mosolyog tovább, ne arra se nézze! Az a bejárati ajtó! Igen. Ez brutális amúgy. Az jó, kemény. Ez nagyon ijesztő. Nagyon ijesztő, ez tényleg, ez az ijesztő kategória. Ezen tényleg lehet tud játszani, mint egy hangszer? Vagy ez túnolva van? Ott van a fűzben! Ez nem értem, hogy nevethetnek ennyire rajta. Oké, okay, nagyon tetszik. Nem, értem. De ez művészet. Ez tehetség, ez olyan, mint a manualisztok, akik a kezükkel igen, finganak. Igen, ez ugyanaz. Ez de nagy, ez kurva jó. Ki nem tud a kezével finganak? Hát, fogjuk rá. Egy félfingás. Az, amiről igen, beszélek. Ez az. Én nem vágom. Jaj, mukbang. Figyelj, Pisti is ugyanezt csinálja, szóval remélem nem fog ítélkezni, mert... Vannak ilyen ehető gumicukorszerűség. Minden gumicukor ehető, Jani. Tehát ebben van ASMR. Emlékszel arra a videóra, amikor két ilyen lány egy pohárba szarik? Igen. Jaj, ne! A Two Girls One Cup. Azt látta a Pisti. Érdekes. Nem akartam, hogy eszembe jutassák azt a videót. Megnézzük streambe, chat. Végre valami, amit már ő is látott, és nem újdonság neki. Vajon azért is tudja, amikor a Pali beleül a befőttes üvegbe, na azt is látta vajon? Vajon látta Dream arcát? Szerintem nem tudja, hogy ki az. Spolzi blog. Damn, bro, mi a... Mi? Adtak hozzá egy egész bibliát, geci.
Ezek a mellékhatások? Egy milliárdan, ahogy szopkodja, bazd meg! A szemgolyót! A fogszabályzós cukorcukor! Aha! Már is kapok levegőt. Működik. Nagyon durva az animáció, amúgy! Valószínűleg most nem fog tudni aludni, és lehet, hogy pisilni sem. Ó, na, igen! Redeem! A srácok rakták rá a fejemet! Videóban. Az meg van baj. Ez egy jó videó. Most ez mi az, hogy van baj? Csináld utána, Pisti! Tényleg How to Basic-et fognak nézni. Ideig jutottunk. 2022-ben a Döviárnak annyira nincsen ötlete, hogy How to Basic-et néznek. Tetszik, hogy a haspólót választott. Nagyon tort. Nem gondoltam volna valahogy Chad-et fogják nézni amúgy. Tehát én nekem ez szürreális, hogy ezt a kettő embert egy képernyőn látom. Vagy ezt a három embert egy képernyőn látom. Imádom Chad-et, meg Max-et is amúgy. Tehát a Cold Ones top notch. Az egyik legjobb csatorna amúgy. Imádom, hogy kinek a hasár, de amúgy best. És a végén tényleg kocka hasa lesz? A humor szubjektív. Uh-huh. De amúgy az eleje undorító volt. Hát a humor az tényleg szubjektív. Nekem azt tetszett. Nekem nem azt tetszett. Na azért mondom, hogy ez mindenkinek van valami, ami tetszik, igen. Ez a Squid Game. Nem, szerintem ez nem a Squid Game. Beteg dolgokat szedtél össze, Dani? Dani, azért voltak köztük, igen. De valami meg tök kreatív volt. Ennyi volt a videó. Itt van egy kis ízelítő, hogy miről maradsz le, ha nem követsz be Twitch-en. Mert a te sok videó... Nem akarom... Vagy... Nem tudom. Megnézhetjük, de utána offolom a streamet szerintem. Szép munka Balázs! Megtanultam, hogy jobb adni, mint kapni! Ez a gyerek folyam... Yeah! Szarva. A kutyák nem azért eszik a füvet, mert szomjasak. Szerintem azért, mert hülyék. Most levíztél, bazd meg! Kösz szépen, Mirko! Szia, Manin! Ha elfogyott a manit, csak szóljádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami? A lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe. Gyerekek, mi van veletek, bazd meg!